A Múzeum Barátkör október 17-én tartott rendezvényén számadó emese a Klapka György Múzeum igazgatójának Komáromi Sorsok 1944 című előadását hallhatták az érdeklődők az Arany 17 rendezvényközpontban. Az előadással a holokausztot 75 évvel ezelőtt elszenvedőkre és a politikai üldözöttekre emlékeztek. 1944 az egész ország és Komárom számára is sorsfordító év volt. Márciusban a németek megszállták az országot, ezzel felgyorsult a zsidó ellenes törvények megvalósítása itt Komáromban is. Először a sárgacsillagot kellett viselni a zsidóknak, aztán kialakult a gettó, bár Alapi Gáspár polgármester próbálta a végsőkig ezt a fajta gettósítási törvényt kitolni, vagy másképp értelmezni, de igazándiból nem lehetett. És hát június elejére a gettó kialakult, majd ezt követően elkezdték koncentrálni a zsidókat, hogy tovább szállítsák őket a munka, illetve megsemmisítő táborba, Auschwitzba. Ez a koncentráció ez úgy nézett ki, hogy ebből a szempontból 6 körzetre, 6 zónára osztották az egész országot. Komárom a harmadik zóna, második csendőrkerületébe esett, és a összpontosítás vagy koncentrálási helyét Komárom volt, és nem csak komáromiakat, hanem a környékbelieket is ide hoztak a gettókból, még pedig a monostori erődbe, és innen két transporttal június 13-án, illetve 16-án Kassán keresztül Auschwitzba összesen 5040 embert kiszállítottak, akiknek a nagy részét, azokat, az öregeket, a betegeket, akár fizikálisan, akár is mentálisan betegeket, a gyerekeket, tehát 14 éven aluli gyerekeket azonnal tulajdonképpen meggyilkoltak, és a többieket pedig munkára fogtak. A különböző munkahelyekről visszatérve, aztán legalábbis az elmondások szerint, tehát a túlélők elmondása szerint mindig megvizsgálták őket, hogyha valakin valami sebet találtak, akkor megint egyből a gázba küldték. Ami nagyon érdekes, az a túlélőknek az elmondása szerint, hogy mindig Mengele osztályozott, tehát akár a transport megérkezésekor, akár pedig a különböző munkahelyekről való visszatéréskor auschwitzi táborba, és aki jobbra ment, az volt az életnek a menete, úgymond, aki balra ment, az pedig egyből ment a gázba. A két Komáromban az üldözés előtt összesen 2300 zsidó élt, közülük az elhurcolást követően 248-an tértek haza. Ezeknek az embereknek a nagy része a koncentrációs táborokban halt meg, de nagyon sok volt a munkaszolgálatos, illetve, ami szerintem az egyik legborzasztóbb történet, hogy Komáromban, illetve ez mindenhol megesett, de Komáromban is az év végén, tehát 1944 év végén, ugye ez már nyilas hatalomátvétel utáni időszak, amikor fiatal nyilas csoportok járták a várost, és december 24-én kikeresztelkedett zsidó embereket, férfiakat és nőket szedtek össze, tehát akik már keresztények voltak, de mégiscsak zsidó származásúak, és őket a Dunai Egérre terelték, és agyonlőtték, volt, akit léket vágattak velük, és puskatussal ütötték a lék alá, hogy ott megfulladjanak. Ez valami egészen több mint 100 ember, komáromi ember lelte így halálát. Az Igmándi erőd a holokauszt idején munkaszolgálatos laktanyaként működött, a csillagerőd pedig 1944. októberétől büntetőtábor volt. Olyanokat szállítottak ide, akik ugye a nyilas hatalommal nem értettek egyet, tehát a Hortérának a prominens személyiségeit, illetve nem csak a jobboldali, de baloldali személyeket is. Ugye október 17-én tartóztatják le Alapi Gáspár polgármestert, és ennek az előadásnak ez ad aktualitást, illetve az előadásomnak az időpontja az október 17-e, ez ad aktualitást. Azt lehet mondani, hogy ez a nap az, ami megpecsételte Alapi Gáspárnak a sorsát, hiszen ő hát 64 éves volt, talán még nem idős, de abban a korban ez már idősnek számított, viszont nagyon súlyos cukorbetegséggel szenvedett. Először a monostori erődbe, aztán az csillagerődbe vitték, és onnan december 21-én Dachaui táborba, ahol a hivatalos álláspont szerint, a hivatalos papír dokumentumok szerint 45. február 5-én halt meg, de vannak olyan dokumentumok, amelyek szerint már, vagy elmondások, hogy amelyek szerint már vonaton, vagy hogy korábban, mint február 5-e, igazániból pontosan nem tudjuk. A csillagerődbe került a néhai szociáldemokrata párt komáromi elnöke Horváth József is.
Ők egyébként Alapival egyrészt ismerték egymást, másrészt meg ugye állandó konfliktusban voltak, és az Alapi Gáspár mondta neki az erődbe, hogy látod Jóskám, mindig egymással szemben álltunk, most pedig itt vagyunk mind a ketten a csillagerődbe bezárva. Horváth Józsefnek sikerült megszöknie a vagonból, tehát már a transport vagonból, ugyanis a családtagjai lefizették az öröket, és magával akarta vinni az Alapi Gáspárt is a vagonból, de ő nem vállalkozott már arra, hogy fusson, mert mondta, hogy hát ő nem képes arra, és nem akarta visszatartani azokat, akiknek lehetősége volt a menekülésre. Tehát így Alapi Gáspár, tehát Dachauban kötött ki, és ott is halt meg. Alapi Gáspár polgármester olyan történelmi hős volt, aki felvállalta a sorsát. Elmenekülhetett volna, ám ezt nem tette meg. Vállalta a mártír sorsot, az üldözöttekkel való egyértelmű azonosulást.